Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amirunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. És a telepeddel. Kedves testvérek, január 7-e van, ezen a napon ünnepli az egyház fenyafordi Szent Rajmund áldozópapot. Róla mondott szentmisét jó szándékokra ajánlom föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szíveket, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz szívd a bűnösöket, Krisztus kegyelmezz! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, te fenyafordi Szent Rajmund áldozópap lelkén csodálatos szeretetre gyullasztottad a bűnösök iránt, közben járásárad meg nekünk, hogy a bűn rabságából megmeneküljünk, és szabad lélekkel mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, bármit kérünk Istentől, megkapjuk tőle, ha megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az ő parancsa pedig az, hogy higgyünk fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást, így parancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, Istenben él, és Isten ő benne. Azt, hogy ő bennünk él, a lélektől tudjuk, akit tőle kaptunk. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e, mert sok hamis próféta lépett föl a világban. Az Istentől való lélek erről ismerhető fel. Minden lélek, amely azt vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől való. De minden olyan lélek, amely nem ezt vallja Jézusról, nem Istentől való. Ez az Antikrisztus szelleme, akiről hallottátok, hogy eljön, sőt, már a világban is van. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és győzedelmeskedtetek az Antikrisztuson, mert a bennetek lakó Isten hatalmasabb, mint a világ szellemei. Ezek a világból valók, azért is beszélnek a világról, és hallgat rájuk a világ. Gyermekeim, mi Istentől vagyunk, aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem Istentől van, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság szellemét és a hamisság szellemét. Ez az Isten igéje. Örökségül adom néked a föld minden nemzetét. Örökségül adom néked a föld minden nemzetét. Az Úr végzését hirdetem, ő így szólt hozzám. A fiam vagy nekem, ma adtam néked életet. Örökségül adom néked a föld minden nemzetét. Kér tőlem örökségül, és neked adom a népeket. Az egész föld kerekség lesz a birtokod. Örökségül adom néked a föld minden nemzetét. Királyok tehát bölcsek legyetek, földbírái értsetek intésemet. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, hódoljatok előtte rettegéssel. Örökségül adom néked a föld minden nemzetét.
hirdette országának örömhírét, és minden betegséget meggyógyított a nép körében. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus meghallotta, hogy keresztelő János fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izaiás próféta mondott. Zabulon földje és Neftali földje a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája. A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virad a halálhonában az árnyékában ürőkre. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett, és ezt hirdette: térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Bejárta egész Galileát, tanította a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyította a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában, hozzávittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek, még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy népsereg követte Galileából, Dekapolisból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Ezek az evangélium igéi. A sötétben lakó nép nagy fényt lát. Jézus Krisztus Isten fénye világosság az embereknek, a világnak a számára. Az ő világossága a szentségéből fakad, s ez a szentség szentel meg minket is. A mi atyánk első kérése: szenteltessék meg a te neved, és Isten szentségére vonatkozik. Ennek az értelmű szentelésnek mi, akik kérünk, nyilván nem lehetünk az okai, hiszen egyedül Isten szentel meg minket, tesz szenté valamennyünket. Mi tulajdonképpen Istenről ismerjük el a szent voltát, és annak megfelelően bánunk vele, dicsérjük és hálát adunk neki. Ábrahám előtt a szent Isten már megnyilatkozik, de nem tárja föl az ő szentségét. Mózes idejében kezdi Isten föltárni, kinyilatkoztatni magát, és megmutatni az ő szent erejét. És Isten teljes mértékben megmutatja a szentségét számunkra Jézus Krisztusban. Talán ez is megerősíthet minket a hétköznapi elkeseredéseinkben, nehézségeinkben, hogy akkor, amikor Istenre tekintünk, Jézus Krisztusra tekintünk, akkor Isten szentségét, fényességét látjuk. Ott látjuk a fényességét a templomban, az oltári szentségben, és ez a fény verődik vissza számunkra akkor, amikor Jézusnak egy ikonját vagy képét látjuk. Nem szabad kevesebbel megelégednünk az életünkben, mint Isten szentségével. Ez a szentség, ez számunkra is fölkínált lehetőség, hát éljünk vele és teljünk el vele. Fürödjünk meg benne, és valóban hasson át minket. Amen. Testvéreim, kérjük a mennyei atyát, hogy nagyra értékeljük, és gondosan őrizzük lelkünkben az Isten élet ajándékát. Hogy a mindennapi életünk állandóan tanúsítsa keresztény voltunkat. Kérjük, hallgass meg minket.
hogy a rendszeres ima élet, szent misére járás és a szentségek buzgó vétele által erősítsük hitünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy gyermeki bizalommal fogadjuk el mindig és mindenben a mennyei atya akaratát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházközségünk tagjai igaz testvéri szeretettel viseltessenek egymás iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy nagy testvéreinkben a szentekben vonzó példaképekre és hathatós közben járókra legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te emberré lettél, hogy mi Isten gyermekei és a mennyország örökösei lehessünk. Add, hogy kegyelmedet fölhasználva buzgó keresztény életet éljünk, életünk végén pedig eljussunk az Isten gyermekei számára készített boldog örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagyunk mindenség Isten, mert a te bűkezőségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberünk a gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy Urunk mindenség Isten, mert a te bűkezőségedből kaptuk a bort, felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Mindenható Istenünk, kérve kérjük fönségedet, hogy ez a szentek emlékezetére fölajánlott áldozat még isteni hatalmadat dicsőíti, tegye hatékonnyá a mi életünkben is üdvözítő kegyelmedet Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! És az veletek! Emeljük föl szívünket! Veletünk az adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked! Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által! Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék. Fenyaforti Szent Rajmund áldozó pap ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt, dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Mindenség Ura Istenet, dicsőségedbe tölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezess az egész földkerekségen, szolgáddal Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, Ferenc és János segédpüspökeivel és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozme és Damján vértanúidról, és minden szentedről, az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy, tiszteletreméltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hallod a hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk te támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről,
és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról, fiad szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Ceciliával, Anasztáziával és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körében. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremtett, szenteled meg, élteted meg, és áldod meg, adod nékünk. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten páránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten páránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.
Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Énekeljük el a 126. éneket. Ó, áldott szent Istenem, az oltári szentségben, édes Jézus, Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus véle, ítélesd meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus szenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent neveidbe rejts el engem, lenged, hogy elszakadjak tőled, a gonosz.
könyörögjünk. Mindenható Istenünk ad, hogy mi, akiket a szent lakomával tápláltál, Penyafordi Szent Rajmund példáját álhatatosan kövessük, téged szüntelen áhítattal tiszteljünk, és szeretetből fakadó tettekben folytonosan gazdagodjunk Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Imádkozunk a pálos rend szándékára, édes magyar hazánkért. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vedd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden korom dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Énekeljük el a 19. éneknek az első két verszakát. A szép szűz Mária szent fiának, imigyen énekel